A Baranya megyei főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószerkereskedelem büntette miatt emelt vádat 19 személlyel szemben, akik bűnszövetségben árultak kábítószert. A vádlottak 2018 nyarától kezdődően kábítószer és új pszichoaktív anyag kereskedelméből szereztek rendszeres jövedelmet. A 19 vádlott közül 6 személy volt az, aki a kábítószert, illetve az új pszichoaktív anyagot ismeretlen forrásból beszerezte, majd azokat a kiépített hálózatukon keresztül értékesítette. A hálózatot 2 vádlott irányította. Az ő utasításaik szerint működött az értékesítés itt a megyében. Ők határozták meg az átadási helyszíneket, a mennyiséget, illetve az árat is. Vádlottak olyan személyeket szerveztek be a megyének a területén, a megye különböző településein, akik az értékesítésben részt vettek. A vádlottak által forgalmazott kábítószernek a mennyisége 6 vádlott esetén haladja meg a jelentős mennyiségnek az alsó határát. Az ő esetükben a büntetési tétel 5-től 20 évig terjedő szabadságvesztés, de akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható. A Baranya megyei főügyészség 19 személlyel szemben emelt vádat, akiknek összesen közel 100 év szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. Az elsőrendű vádlott egyébként közel egy év alatt több mint 20 millió forintos bevételre tett szert, de a többi vádlott is bezsebelt milliós összegeket az illegális tevékenységgel. Ennek a vagyonnak az elkobzását is indítványozza az ügyészség, ami körülbelül 30-35 millió forintot jelent.